fejét. A versenyző Bruno Senna, és igen, rokona, egészen pontosan unokaöccse a háromszoros világbajnok 1994-ben tragikusan elhunyt Ayrton Sennának. Bruno most 24 éves, és az Arden csapat színeiben szerepel. Egy újabb tanulóév kezdődik a számomra. Ez már a harmadik bajnokság, amelyben indulok a kihagyásom óta. Biztosan nagyon kemény lesz a küzdelem. Úgy tervezem, hogy az első 2-3 futamot a tanulásnak szentelem. De azért reménykedem abban, hogy már itt Bahreinben jó eredményt érek el. Egy jó rajt az idényító futamon megalapozhatja az egész évet. Ahogy említetted, nyilván a tanulás nagyon fontos a GP2-ban, de azért ennek a szériának a kapcsán azt is meg kell említeni, hogy ez már tényleg a Forma 1 előszobája. És gondolom, egy ilyen tehetséges fiatalnak az a legfőbb vágya, hogy bekerüljön a szágódó cirkuszba. Természetesen ez a fő cél, mondhatnám, hogy minél hamarabb szeretnék bekerülni, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a lehető legfelkészültebben kell megérkeznem a Forma 1-be. Most próbálok minél több dolgot megtanulni, például azt, hogy hogyan osszam be az erőmet a hosszú futamokon, vagy hogy hogyan használjam a különböző keverékű gumikat. Ezek a tapasztalatok később sokat fognak érni. Nos, úgy tűnik, Bruno örökölt nagybátyja tehetségéből. Élete első GP2 futamán ugyanis az igen előkelő negyedik helyen zárt Bahreinben. Maradjunk még a braziloknál, hiszen a Forma 1-es pedokban nem más jön velünk szembe, mint Nelsinho Piquet, a Sennához hasonlóan szintén világbajnok Nelson Piquet fia. Ő már túl van a GP2-n, idén tesztpilóta a Renault-nál. Tartalékpilótaként állandó készültségben kell lennem. Amikor a csapat megbeszélésein ülsz és a mérnökökkel beszélgetsz, hogyan próbálsz meg a lehető legtöbb információt magadba szívni? Van valami különleges stratégiád erre? Úgyhogy én szinte meg sem szólalok. Inkább csak csendben figyelek, például arra, hogy mik a versenyzők ötletei, észrevételei, például a stratégiát illetően. Azért vagyok itt, hogy tanuljak, úgy, hogy eközben senkit nem zavarok. Nico Rosberg, a finnek 1982-es világbajnokának, Keke Rosbergnek a fia már érett Forma 1-es pilótának számít, második szezonját tapossa a Williams istállónál. Hiányoljuk viszont a GP2-t korábban szintén megjárt Matthias Laudát, a jelenleg televíziós szakértőként dolgozó Niki Lauda fiát. A háromszoros világbajnok azonban megnyugtat, hogy csemetéje jó helyen edződik. A fiam idén is a német túrautó bajnokságban szerepel, ismét a Mercedes színeiben. A következő generáció tehát itt toporog a küszöbön, sőt néhányan már át is lépték azt, és a fiatalokat szétfeszíti a bizonyítási vágy, hogy megmutassák, vannak olyan jók, sőt, talán még jobbak is elődeiknél.